A páratlan szépségű négy forrástóból és összekötő árokból, kis és nagy égerlábból álló különleges növény- és állatvilágú fürdő közkedvelt helye a természetkedvelőknek. Ezt a különleges világot tanösvény mutatja be. Az egész évben szezonon kívül is látogatható fényes tanösvény egy 18 állomással rendelkező, másfél kilométer hosszú ökoturisztikai útvonal, amely interaktív módon mutatja be a fürdő területének természeti kincseit. Egyszerre informatív és szórakoztató turisztikai attrakció, mely bővelkedik kalandokban. Önállóan, kötélhídon és csónakkal járhatják be a látogatók, és megcsodálhatják a karsztforrások lenyűgöző élővilágát. A tanösvényt a látogatóközpont helyi élővilágot bemutató kiállításai és foglalkozásai egészítik ki. A tatai ökoturisztikai tanösvény ideális célpont családosok és iskolai csoportok, valamint az aktív pihenés iránt érdeklődő turisták számára. A Lápréteg és Láperdők karsztforrásai 1973-ra a bányászat miatt kiapadtak. Azonban annak leállta utána a 2000-es években ismét megindultak. A forrásokból enyhén szénsavas 20-22 Celsius fokos víz tör fel. A térség egyedülálló növénytársulásoknak és állatvilágnak ad otthont. A tatai forrásrendszer legelső újraéledő, a fényes források legbővizőbb tagja a Grófi forrás a jelenlegi vízhozam felét adja, így méltán kiérdemli a Magyarország legbővizőbb langyos hőmérsékletű forrás tava címet. A források közül háromnak megkülönböztető nevet adtak a tataiak. A nádpadlóval elkerített felső forrást a grófné használta fürdésre, innen a neve Grófi forrás. A kerítésen belül kis ház szolgált az öltözésre és homokföveny a napozásra. A következő az úgynevezett katona forrás, amely nevét onnan kapta, hogy a laktanyából kivezényelt katonák csak ebben a forrásban fürödhettek. A legalsó a legszebb, hiszen az öregek elmondása szerint erről nevezték el a fürdőt fényesnek. Ebből a 3 méter mély forráskráterből a tiszta vízben szabad szemmel is jól látható fehér kvarchomok réteg bugyogott föl, és ezernyi buborék szállt fel a forrás felszínére. Az említett forrásokból és azok lefolyó vizéből Tata község 1913-ban a közönség számára fürdőt alakított ki. Jelenleg a fényes fürdő összes elfolyó vízhozama 19.500 liter per perc, és egyre növekszik. A fényes források területe jelenleg helyi jelentőségű természetvédelmi terület, Ramszári terület, része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak, valamint fontos érzékeny természeti terület, exlege védett láp is egyben. Az angol kertben fakadó források körüli tavakat, illetve azok vízelvezető medreit az 1780-as években építették meg Böhm Ferenc tervei alapján. A tükörforrásra települt félköríves vízimadár tavat 1785-ben alakították ki. 1960. októberére a bányabezárások hatására a forrás elapadt. Amikor a térségben újra fakadtak a források, a parkban ismét kialakították a tükörforrás által táplált tómedrét. Az Angyal vagy egyes helyeken Pokolforrás néven szereplő forrás szintén az angol kertben ered. A több méternyi vízen keresztül is deréknyi vastagságban tört fel a langyos forrásvíz. A tavacskában pedig kis angyal szobrocska teljesítette kötelességét, védte a forrást és gyönyörködtette a park látogatóit. ...2015-ben Tata híres forrásait megyei értékként lajstromozták.
A film az Agrárminisztérium támogatásával a Hung 2020 Komárom-Esztergom megye pályázat keretében készült.